Az április harmadikai országgyűlési választás végeredménye a megyei kettes választókerületben Vinnai Győző elsőségét hozta. A szavazatok 58,13%-át kapva szerzett mandátumot a politikus. Vinnai Győző 35 perc című műsorunkban azt mondta, a választókerületében élők elismerték az elmúlt négy évben a közlekedés fejlesztés terén elért eredményeket. A bokortanyákon, a külterületeken az mindenképpen eredményes volt, hogy fejlesztjük az utakat, fejlesztjük a járdákat. Tehát mindaz, ami a külterületen élő embert érinti, hogy ne sáros cipővel a jöjjön be a városba. Így van, az életminőség, a közösségi közlekedést. Biztos vagyok benne, hogy a, az új autóbuszok átadása, vagy éppen az új csomópont, amely olyan csúnya nevet kapott, hogy IMC, intermodális csomópont, amely a buszállomást, vagy a, az autóbusz közlekedést összehangolja a vonat közlekedéssel, és egy légtérbe, ha szabad ezt idézőjebb ezt kifejezést használni. Ráadásul sokszor elmondtuk, hogy a nyugati elkerülő út, Pont ezt a részt érintett, egészen Nyírszőlősig sikerült bezárni. Ez Nyírszőlősieknek, a kertvárosiaknak, a, így van, hmm. ez nagyon sokat jelentett, de, de nem csak a nyíregyháziaknak, hanem az Ibrányi járás településeinek, hiszen Ibrányból, Tiszabercel, Passzab, Gávencselő és Soroltnám itt jönnek föl az autópályára. Följönnek az elkerülő útra, majd utána Kámáházánál felhajtanak az autópályára, és ez jó nekik, könnyebben elérik az autópályát, és jó nyíregyházának, mert nem jönnek be, sem a teher, sem a személyforgalom nem jön be a belvárosba, vagy a nagykörútra, és nem terheli a város forgalmát, nem szennyezi a környezetet az a sok autó. A választókerület egyik legnagyobb foglalkoztatója a legú. A gyárban nagyon sokan dolgoznak ebből a választókerületből, ezért is volt fontos a közlekedés fejlesztése a megyében, mondta a képviselő. Vinnai győző emelet büszke az egészségügyi ellátás, azon belül a települési orvosi rendelők és a megyei kórház fejlesztésére. Mindenképpen célunk, hogy ez a kórház színvonalas legyen, még inkább megerősödjen szakmailag és, és eszközökben, infrastruktúrában. Mellette szükséges a járóbeteg szakrendelést megerősíteni. Van egy konkrétum, Tiszavasvári, most felújítjuk a, egy felzárkóztató program keretében hazai forrásból a járóbeteg szakrendelőt, mert az már nem felel meg a 21. század igényeknek. Ellentétben Ibrányban van egy nagyon modern járóbeteg szakrendelő. Sikerült megerősíteni az alapellátást Orvosi rendelőket sikerült felújítani magyar faluprogramból, vagy hazai forrásokból, vagy akár uniós forrásból. Nagyon büszke vagyok arra, például, hogy majdnem minden orvosi rendelő a 20 településen föl van újítva. Talán egy-két helyen kell még figyelni, hát a jövőben is kell dolgozni. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy 11 bölcsödé épül a választókerületemben. Több, mint a települések 50%-ában épül, hogy ha az édesanyja vissza akar menni dolgozni a gyerek két éves kora után, akkor megtehesse, ne csak Nyíregyházán tehesse meg, ne csak egy kisvárosban, mondjuk Nyírteleken vagy Ibrányban tehesse meg, hanem esetleg egy kisebb településen, egy községben is megtelse. Ovodákat sikerült felújítani, utakat, járdákat sikerült építeni, és mindez azt jelenti, szerintem ez a szavazatokban is megnyilvánul, mert az emberek azt érezték, hogy az elmúlt négy évben ez a térség fejlődött. A megépült bölcsödék, óvodák és iskolák mellett fontos feladatnak tartja Vinnai Győző a pedagógus életpálya erősítését, a bérek és feltételek rendezését. Abban bízik az országgyűlési képviselő, hogy a most induló új kormányzati ciklusban megnyugtató megoldást találnak a probléma kezelésére.